Más témával megyünk tovább. Belátható időn belül megfordíthatja Magyarország népességfogyását az új családok otthonteremtési kedvezménye. Erről az országgyűlés elnöke Kövér László beszélt Nyírcsaholyban egy fórumon. A politikus elmondta, az előző csokot is kérhetik a családok lakhatásuk segítésére. Ahogy az előző intézkedéseknek, úgy ennek a most bejelentett intézkedésnek is az az értelme, az a közvetlen célja, hogy a családos fiatalok minél könnyebben, minél olcsóbban juthassanak lakáshoz, családi házhoz, tudjanak saját otthont kapni maguknak, akár úgy, hogy vásárolnak a lakáspiacon használt lakást, akár úgy, hogy felújítják, bővítik a meglévő lakásokat, akár pedig úgy, hogy új lakást, új házat, új lakást vásárolnak, vagy új családi házat építenek maguknak. És ennek van egy értelemszerű, de egy lépéssel messzebb lévő célja is, hogy ezáltal is segítsük a gyermekvállalást, pontosabban enyhítsük a gyermekvállalás terheit. Amikor a magyar fiatalokat megkérdezik még a családalapítás előtt, a házasság előtt, vagy a párkapcsolatok létesítése előtt, hogy hány gyermeket szeretnének, akkor az európai átlaghoz képest a magyar emberek még mindig családszeretőnek bizonyulnak. Legkevesebb kettő, de inkább több, három, vagy akár annál is több gyermeket szeretnének. És amikor ez mégsem valósul meg, hiszen sajnos nem valósul meg, hiszen a magyarországi termékenységi ráta az 1,4% körül van valahol, és ahhoz, hogy egyáltalán önmagunkat reprodukálni tudjuk, ahhoz nyilvánvalóan értelemszerűen minden nőnek legalább két életet kellene, hogy világra hozzon. Tehát még messze vagyunk ettől. Amikor megkérdezzük a később már kevésbé fiatalokat, hogy vajon mi akadályozta meg őket abban, hogy az álmaikat, a vágyaikat e tekintetben is valóra váltsák, akkor leginkább az anyagi bizonytalanságra hivatkoznak, de ezen belül is a saját otthonhoz való jutás nehézségei ezek az első helyen említődnek. Tehát ezzel az intézkedéssel egy olyan családpolitikai nagy lépést szeretnénk tenni a korábbiakhoz képest, ami a történelmi távlatban még belátható időn belül megfordítja Magyarország népességfogyását.